arra jutottunk, hogy ki fogunk választani egy verset, és azt megzenésítjük hárman, háromféleképpen, anélkül, hogy azt bemutatnánk egymásnak. A célegyenesben egy szavazattal többel, mint Radnóti Miklós Tétova ódája, beérkezett Tóth Árpád Körúti hajnal című verse. Hú! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de annyira kíváncsi vagyok, egyáltalán nem hallottuk egymás, semmit nem tudunk egymás munkájáról, úgyhogy hát ez most nekünk is egy nagyon izgalmas dolog, de hát akkor jó az élet, hogyha veszélyes. Tehát nekem a fixa ideám az, hogy ez a vers ez úgy született, hogy iszonyatosan készen mászott hazafelé valahova a hotelszobájába, vagy a felesége mellé, és akkor leírta, amit látott. Egy akác részegen szitta be a drága napfény. Elkezdtem úgy csinálni, mint hogyha most elkezdenék halandzsázni, hogy mondjuk mit én, fa, sátor, nyalóka, elmentem én a boltba, ott jött az erdő, és nyomok valamit körbe-körbe, és ezt dallammal is meg lehet csinálni, és egyszer csak elkezd kialakulni belőle valami visszatérő motívum. És akkor azt csináltam, hogy olvastam a verset, elkezdtem dúdolni, és hogyha valamit elkaptam, akkor azt ott megtartottam. Tehát, hogyha tetszett egy dallamív, és az első ilyen dallamív az a végén volt. És elkezdtem, mint egy mantrát. Tehát én próbáltam ezt így körbe-körbe mantrázni, de mondom úgy, mint hogyha csak rábandzsítanék a szövegre, tehát nem akartam értelmezni, hanem mondani, érezni a ritmusát, és ezzel a mantrázással valahogy egy belső hangot meghallani, és nem pedig valamit ki rá okoskodni, vagy rá erőltetni. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Nyilván, hogyha más vers jön ki, akkor máshogy nyúlunk hozzá, de a lényege azért mégiscsak az, hogy valahogy kiderült, hogy ti meg én milyen vagyok. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még, mint dobott aranycsókot egy munkás lány kezében. Elkezdtem beleásni magamat, ahogy ezt a verséker megtanította nekem, és elkezdtem benne furkálni. Végül, ami a fő gondolat lett, az az, hogy én megtaláltam magamat abszolút ebbe a versbe, és egy egészen konkrétan meg van nevezve, ez a sovány akác.